Pach Gábor, a Balatoni Kör egyik alapítója, 2014-ben nyitotta meg Pálinka főzdéjét, a ma esti miért vendége, a Wellness Gyümölcs Központ tulajdonosa. Jó név, miért pont ez? Szeretettel üdvözöllek. Én is szeretettel üdvözlök téged is, és a nézőket is. Hát Pálinka főzdének hívni egy helyet az olyan, szerintem kicsit snasz. És egyik nagyon jó barátommal, az Aradi Péterrel ezen így okoskodgattunk. Ő azért marketingben egy kicsit előttem van, hogy ezt hogy kéne kitalálni, és ez valahogy ilyen közös gyermekünk ez is. Meg jól hangzik, nem? Igen, igen, és mondjuk a legszebb az az, amikor feljönnek telefonon, hogy egy hétvégét szeretnének a Wellness Központba eltölteni. Akkor mindig kell kicsit magyarázkodni, hogy ez nem az a wellness, de mindig jól kijövünk a sztoriból. Ugye te is Zamárdiba, az Imekéknél kezdted a pályafutásodat. Mit lehetett onnan elhozni, megtanulni? Mert hogy azért nagyon sok mindenkinek az a pálinka főzde volt az a hely, ami meghatározta a későbbi pályafutását. Ez így van, hiszen Cimek úr egy eléggé maximalista ember volt, illetve ma is, mai napig is az, csak most már nem foglalkozik pánikával. És az a német precizitás, azt gondolom, az mindenképpen hozzátartozott. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy én előtte eltöltöttem már 4 évet Németországba, tehát nekem ilyen szinten nem volt nagyon újdonság maga ez a németes mentalitás, de az alaposság, illetve hát, amit a mai napig is szoktam mondani, most már az én tanítványaimnak, hogy a tisztelet és az alázat. Tehát ezek az két olyan fontos dolog, amit nagyon nehéz megtanulni, ezt így jön, elsajátítod, magadba szívod. És tényleg az, hogy hála Istennek ott kompromisszumok nélkül a jó-jóra törekedtünk mindig, és ez nagyon jó volt. Hoztál magaddal 2 pálinkát, és mi meg fogjuk mutatni, illetve a nézők látni fogják, hogy fenn egy gyerek néven fut. Hát azért ez nem egy hétköznapi név egy pálinkának, illetve maga a címke is nem hétköznapi, hanem elég figyelemfelkeltő ezzel a pink alappal. Igen, és még a zakón is. Honnan? Vagy miért pont ez? Tehát, hogyha pálinkára gondolok, akkor nem biztos, hogy a pink színű teszem be például. Ez így van. Nem szeretem azt a szót, mikor arról kezdünk el vitatkozni, hogy kinek jobb bármi terméke. Én azt szoktam mondani, és azt is vallom egyébként a mai napig, hogy technológiailag próbálunk arra törekedni, hogy jó legyen a termék, de ettől függetlenül biztos, hogy vannak jobbak is. Ami engem, pálinkáimat, a helyet, a filozófiámat inkább jellemző, a másság. Tehát én máshogy gondolkozom nagyon sok dologról, máshogy próbálok megoldani dolgokat, talán más a végeredmény is, és valljuk be, a másságnak valahol ez a pink rózsaszín a színe, a nemi orientációból kifolyólag, és én ezért gondoltam azt annó, hogyha ezzel jelképezzük, idézőjebben teszem a szót, a másságunkat, ami nem nemi identitásról szól, akkor ez így átmegy. És egyébként azt látom, hogy tényleg működik. A kérdésed másik része, fenn a gyerek, az pedig egy szintén egy interjú készítéssel kapcsolatosan volt egy felkérésem, és ott az interjút, akit készítette velem, ő hívott engem először a pálinkások fenn a gyerekének, mert pont a másságom miatt hát mondjuk azért ilyen 10-12 évig nem nagyon volt divat igazat mondani, tehát inkább szerettünk szépeket hallani, megmondani egymásnak, mert abból nem volt probléma, meg nem volt sértődés. És én már akkor se voltam ez a fajta ember. Hála Istennek, nekem nagyon nagy családommal szoktam volt mondani, és nekem bőven elég, hogyha a családom tagjai szeretnek engem, nem kell, hogy még azok is, akik pálinkával foglalkoznak, azért szeressenek, mert dicsérem a rossz pálinkájukat. Úgyhogy... Ugye másságról beszélgetünk, miben más a te pálinkád? Azt azért látom, hogy a párosítások nem szokványosak, tehát hogy találkoztam azt hiszem málna és alma párosítással, azért ez nem mindennapi, ezen kívül még technológiában vagy a gyümölcs kiválasztásban? Ez azért egy picit, a kérdés egyszerű, de válaszolni azért nehéz, mert...
az előbb is említettem a tanítványomat, tehát nekik is el szoktam mondani, tehát elmondom azt, hogy mi az, amit nekik tudni kell ahhoz, hogy levizsgázzanak. Egyébként meg azt is megmutatom nekik, hogy én hogy csinálom. Mert egy dolog ilyen pillanatban a tankönyvi tudás, vagy amit mondjuk egy vizsgán elvárunk a tanulóktól tudást, de egyébként rengeteg út van. És ezt az egyetemi tanulmányainkban is, ott is nagyon sok vitáim volt az oktatóinkkal, hát ugye felnőtt képzésben csináltunk másodképzést, mesterképzést, és nagyon-nagyon sokat vitatkoztunk, mert ugye én jöttem a gyakorlati oldalról, ők ott voltak az oktatói, meg az elméleti oldalról hatalmas tudásbázissal, csak olyan kicsi idő óta csinálunk olyan jó minőségű pálinkát, hogy még nagyon kevés az a tudásbázis, ami rendelkezésünkre áll, és én ezért nem szeretem azokat a szavakat használni, hogy kell, ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni, hanem ez egy út. Lehet ezt így is csinálni, lehet ezt úgy is csinálni, és inkább ezeket a, mondjuk úgy, hogy nem jogszabályi szabályokat, mert ott nincs, tehát az, hogy nem teszünk bele cukrot, az, hogy milyen adalékanyagokat használtunk, ez egy viszonylag egyszerű és rövid lista. De azon kívül rengeteg lehetőségünk van, és ezeket így én próbálom, hát mondjuk úgy, hogy feszegetni, próbálok egy kicsit máshogy csinálni. Ez olyan, mint egy jó húsleves, hogy az alapanyagok nagyjából minden ugyanazok, de az arányok, meg a nem tudom, az egyéb kis finomságok azért eltűnnek. Igen, a húslevest egyébként szeretem példának, és szoktam is használni, mert egy jó pálinka az olyan, mint a húsleves. Ha abban benne van az a gyümölcs tartalom, aminek benne kell lenni egy-egy ilyen palackban, akkor az jó lesz, ha és amennyiben ugye a cefrézéskor, a gyümölcs kiválasztáskor és a főzéskor nem követtük el azokat a hibákat, amit általában az emberek el szoktak követni, akkor akár még, és szerencsénk is van, akkor akár még jó pálinkánk is lehet. De azért sajnos azt is tudomásul kell venni, hogy ha nagyon törekszünk a jóra, illetve néhány tanítványnak meg azt szoktam mondani, hogy görcsösen ne törekedjen a jóra. Tehát ennek is egy kicsit így lazán kell kezelni. Tehát nálam azért, mint nagyon sok két kollégám van, mi nagyon sokat mosolygunk, nagyon sokat kacagunk, nagyon sokat lazán dolgozunk, és tehát nincs ez a befeszülés, nincs ez a görcsölés. Tehát a tudás mellé egy kis szív, meg egy lélek is kell. Igen. Illetve hát azért ugye mindig el szoktam mondani, hogy tényleg 12 éve foglalkozom ezzel a sztorival. Tehát érzésből is tudok én már pálinkát főzni talán. Jó, azt áruld el nekünk, hogy nagyjából hogy kell, hogy kinézzen egy pálinka? Tehát, hogy mi az, ami szabályos, és attól hogy lehet eltérni? És mire mondjátok ti pálinkához hozzáértő emberek, hogy egy pálinka finom, vagy jó, vagy ez teljesen szubjektív, egyedi? Hát az a finom pálinka, amit hogyha megszagolsz és megkóstolsz, és aztán megittad, utána mosolyogóan ránézel arra, aki ezt töltötte neked, és esetleg kérsz még egyet. Ez a legjobb. És teljesen mindegy, miből van. Az teljesen mindegy, miből van. Persze természetesen nagyon, nagyon fontos, hogy az első, amivel találkozunk, az az illat. Persze egy ránézésre ma már az, hogy egy párlat, a kvázi víztiszta, az nem kell magyarázni. Hozzáteszem egyébként, hogy nagyon sokszor találkozom azzal a problémával, hogy elmesélik nekem pálinka készítő ismerőseim is, vagy esetleg pálinkát bérfűzőbe előállító ismerősöm, hogy hát fátyolosodott a pálinka, az mekkora hiba. Erre szoktam mondani, ha már ez lesz a legnagyobb hiba Magyarországon egy pálinkán, akkor én már boldogan meghalok. Sajnos én sokkal előbb meg fog halni, hogy idáig eljussunk. Ugye a fátyolosodás az egy higítási folyamat eredménye, amikor egy pálinka elkészül, az durván ezekkel az egylépcsős lepárló berendezésekkel, amiket én is használok, ilyen 76-82%-os. És ezt kezelt vízzel higítjuk vissza. Nálam általában ez 40 fok, 40 alkohol százalék. És ami fontos, hogy ilyen 44-46 között, lehet, hogy már 48-nál is beopálosodik a pálinka. Egyébként ezt hideg szűréssel oldjuk meg, utána még egy szűrést kap, és azért lesz aztán újra ilyen, hát tetszően kristálytiszta, de hogyha beopálosodik, akkor nem kell megijedni. Szoktam volt mondani, két lehetőség van rá,
hogy opálos pálinkát együnk. Az egyik az, hogy kávés bögréből isszuk, és akkor nem látjuk, a másik meg becsukjuk a szemünket, és akkor se látjuk. Ezt csak azért szerettem volna elmondani, mert aztán utána jön az illat maga. És igen, köszönöm szépen, hogy megtetted, mert és azért szeretem ezeket a típusú poharakat. Ugye a tiéd egy meggy, azért ezt mondjuk el. Ezeket a típusú poharakat, mert ha egy picit, ugye ezt most éppen az autóból hoztam be, egy picit még hideg ez a pálinka, de ezt a poharat nagyon szépen fel lehet melegíteni. Aztán nagyon sokszor mondják nekem, hogy milyen gusztustalan, amit csinálok, mert tehát hogyha jól eldöntjük, igen, ugye nagyobb a párolgási felület, a feszültség, és sokkal jobban érezzük az illatát a gyümölcsnek, az adott gyümölcsnek. Nyugodtan dugjuk bele az órunkat. Egyébként, hogyha bírálunk pálinkát, akkor is ugyanezt csináljuk, mert ilyenkor már rengeteg információt kapunk egy párlatról. Ugye, amit szintén el szoktam mondani, és örülök, hogy most is egy hölgyel beszélgetek, és nagyon szeretem a hölgy fogyasztókat, meg a hölgy érdeklődőket, mikor jönnek hozzánk a főzdébe. Nektek genetikailag sokkal jobb az órotok, mint nekünk férfiaknak. Az biztos. Tehát ti ugye ebbe is sokkal jobbak vagytok. És sokkal inkább van alapanyag ismertetek. Hiszen... hogy meg tudjuk a jobban határozni, hát meg a gyümölcsöt felismeritek egyszerűen. Hiszen a nagy részetek, sajnos ilyenek vagyunk mi ronda férfiak, de ti a nagy életetek a nagy részét a konyhába töltitek, azon kívül, hogy főztök, lekvárt készítetek, a gyerekeket daráljátok a gyümölcsöt, magozzátok, csináljátok neki a szmötyit, a mindent, és ezek miatt van ismeretetek. És még tetejében ti mentek el a piacra megvenni a gyümölcsöt, tehát beleharaptok. Mi férfiak ebbe is sokkal gyengébbek vagyunk. És ha egy hölgy ismeri fel a gyümölcsöt, mert egyébként felismerhető, ha a pohárban az jól benne van, akkor az már egy jó dolog. Aztán utána van az, hogy igen, pici kortyok, főleg, hogyha ha kóstolunk, ugye, nagyon sokszor mondják nekem, amikor ezt a porat kiteszem, hogy hú, ne töltsem tele, Isten ments. Tehát ugye ez majdnem egy deci lenne, hogyha ezt telet töltenénk. Igen. Még itt ez egy olyan kb. Másfél cent, ahol a legszélesebb. Nem véletlen egyébként a pohár kialakítása, talán a kamerával meg tudják mutatni a kollégák. Ugye ameddig van a párlat, igen, ott a legszélesebb, aztán egy picit beszűkül és kinyílik. Ez azért van, mert ez is segít abban, hogy az illatok jobban érvényesüljenek. Tehát ez mind ki van találva, ez működő sztori. Így van. Ugye nagyon fontos a hőmérséklet, még a felvétel előtt beszélgettünk erről pár szót. Ez a 16-18 Celsius fok a pálinkánál egy nagyon fontos hőmérséklet tartomány. Tehát akkor ne tartsuk hűtőbe, ugye? Igen, illetve azt szoktam mondani, hogyha tudjuk, hogy rossz a pálinkánk, és olyan emberek jönnek hozzánk, akiket nem szeretünk annyira, őket mély hűtőből. Akkor mély hűtőből. És a pálink olyan, mint a tulipán. Akkor sötét van, és hideg, akkor becsukódik, és amikor meg világos van, akkor kinyitódik. Tehát ez nagyon egyszerű, aki nem hiszi otthon, ki lehet ezt próbálni. És a hibás pálinkák hibáit is szobahőmérsékleten sokkal jobban fel lehet ismerni. Na most ugye, amit én most megkóstoltam, az egy törköly, pálinka, azért az nem kimondottan az a nőies jellegű pálinka. Vagy én gondolom rosszul? Ugye a pálinkával kapcsolatosan, mi pálinkával foglalkozó emberek azt szoktuk mondani, hogy hála Istennek az elmúlt 10 évben egy olyan folyamaton mentünk végbe, hogy a restiből a pálinka bekerült az éttermek asztalaihoz. Ugye, amikor én még kezdő vendéglátós voltam, ha egy hölgy bejött 30 éve egy vendéglátó egységbe, és azt mondta, hogy kér egy pálinkát, akkor azt mondtuk, hogy ez alkoholista. Igen. Tehát így össze is mosolyogtunk, akkor ez pretty. Ma már ez egyáltalán nem gáz. Tehát egyáltalán nem gáz, ha egy hölgy kóstol pálinkát. Az én igazából ilyen vízióm az lenne, hogy a vasárnapi ebéd, az előbb a húslevesről beszélgettünk, tehát hogy egy általában egy vasárnapi ebéd kötelező kelléke a húsleves, kötelező kellék legyen a pálinka is. És abban én már nem szeretnék belemenni, hogy a
az étkezés előtt, az étkezés közben, vagy az étkezés után, de hogy a család minden felnőtt tagja igyon meg egy kortypálinkát. Hogyha erre a szintre eljutunk, akkor az már egy nagyon-nagyon fontos lépés lenne a magyar pálinkás társadalomnak. Egy nagyon-nagyon jó, hát egy fejlődés sem mennénk akkor már keresztül, hiszen ma egyébként a hölgyek tényleg nagyon nyitottak a pálinka irányába, és akkor ugye az eredeti kérdésedre is válaszoljuk, ugye a törköly pálinka, az nálam az egy ilyen kötelező elem. Tehát ha bejönnek kóstolni 3-at, 4-et, 6-ot, 8-at, 10-et, 12-t, 14-et, 18-at, 20-at, 22-t, ugye attól függően, hogy mennyi idő van a vendégekkel foglalkozni, akkor biztos, hogy egy törköly pálinkát megkóstolnak. És azt is el szoktam mondani a hölgyeknek, hogy ez azért történik, mert a pálinka alapban sajnos nagyon, nagyon sok a rossz pálinka, még mindig. És a törköly pálinkával kifejezetten sok gyenge minőségű van. És én azért szerettem megmutatni az én törköly pálinkáimat, mert ezek mások. Ugye megint visszatérünk a bevezetőbe említett kérdésnél, és ezek fogyaszthatóak. És erre azt szoktam mondani, hogy egy hölgy mikor megkóstolja, és erre azt mondja, hogy ez nem is annyira rossz, az nekem már bőven elég. És egyébként nagyon-nagyon sok hölgy vendégünk, visszatérő hölgy vendégünk van, nagyon sokan isszák nálunk a törköly pálinkát, mert jó. Ugye itt vagyunk a Balatonon, itt vagyunk a Dél-Balaton, rengeteg borászbarátom van, nagyon dúskálok idézve az alapanyagba. Hála Istennek most már a filozófiát is megértették. Pont a hétvégén beszélgettünk, itt a gasztropiknik kapcsán is, illetve ott a sátorban több borászbarátommal voltunk együtt, és kóstoltunk pálinkákat természetesen, meg borokat is. És hogy tényleg, hogy ezek milyen jók, hogy ezek tényleg mennyire mások, hogy ezek már nem olyanok, mint régen voltak, és nincs ez a kiráza hideg, és ja Istenem, tehát hogy jaj, nehogy megkínáljanak még egy, hogy ez jó, ez finom, ez kellemes. Az mennyire jellemző, hogy manapság azért majdnem mindegyik, sőt, szinte mindegyik étterem étlapján megtalálható az italapon a pálinka is. Tehát ez már kötelező elem az éttermeknél? Hát azt gondolom, hogy igen. Tehát egy Magyarországon egy magára valamit is adó étteremnél ez azt gondolom, hogy kötelező termék. És ugye minőségi pálinkákat, vagy már, ezt nem lehet elmondani? Igen, ez sajnos ez egy... Vagy a minőség és az ár nem mindig van hangja. Ez sem, igen. Tehát azt se lehet mondani, tehát azt azért ki lehet... Nagyon sokszor van az, hogy hívnak barátaim, hogy itt állok valamelyik áruházba, és itt állok a polc előtt, és vendégségbe megyek, és pálinkát szeretnék vinni, és segítsek táv megoldásba, hogy melyik az a pálinka, amit levet a polcról, melyik az a márka, amit biztos, hogy nem csalódik, hogy... Nem is az ár elsődlegesen a szempont, hanem hogy ő jót szeretne vinni. És erre szoktam azt mondani, hogy azért, ha egy termék, hát régebben azt mondtam, hogy 4, most már inkább azt mondom, hogy 5000 forint alatt van fél liter, akkor azt nem szabad megvenni. Tehát az, hogy abba valami jót is találunk, annak nagyon pici a valószínűsége. Hozzáteszem attól, hogy valami 8, 10, 12, 20, 25, 30 hát, ezer forint, az sem biztos, hogy jó. Két dologról még mindenféleképpen kell, hogy beszéljünk, Gábor. Az egyik, ugye említetted, hogy tanítványaid vannak, mert hogyha jól tudom, akkor ettől az évtől, tehát hogy ez egy új képzés, ez Siófoki Szakképzési Centrummal karöltve. Erről mesél nekem, légy szíves, illetve hogy mennyire tudjuk a trendeket követni, vagy vannak-e trendek a pálinka készítésben is? Szerintem a készítés, ez könnyebb a második része akkor a kérdésnek. A készítésben kevésbé vannak trendek. Ugye a nagy sztori itt nálunk Magyarországon, hogy ennyi gyümölcs sehol nincs Európában. Én többé-kevésbé azt szoktam mondani, hogy szerintem ezeket már körbeértük. Tehát tavaly készítettem még egrest, amiből meg nem főztem, idén fekete berkenyéből. De... Jó, mindig beesik egy-kettő. Ugye nagyon fontos, hogy jogszabály szerint csak Magyarországon termett gyümölcsből készült pálinka. Az, hogy ma már tudunk fügéből, hogy tudunk kiviből pálinkát főzni. Dióból.
Hát az egy, az egy külön műsor lenne, de az, hogy a kiwi és a füge beért, tehát beérik Magyarországon, és vannak most már füge ültetvények, kiwi ültetvények, ez már nem újdonság. És sőt, hát igazából most az az újdonság, hogy azok a régi gyümölcsök, amiről régen nagyon sok volt, abból egyre kevesebb van. Például mondok egy példát, málna. Tehát 12 évvel még Somogyban is rengeteg málna volt, nagyon idézővel egyszerű volt beszerezni, most nagyon nehéz beszerezni már a málnát. De most ezt komolyan mondod, hogy kiwiből készítenek pálinkát? Igen. Hévízmát van, több mint 3 hektár termőterület most már Magyarországon. Nem több ezer liter, tehát ez nagyon fontos. Hát azért ezeknél, vagy nagyon sok gyümölcsnél az kijelenthető, hogy készíteni lehet, hogy érdemes azért egy más sztori. Tehát az, hogy egy homoktövisből készítsünk pálinkát, aztán azt mondjuk, hogy egy liter pálinka előállítási költsége alapanyagárba az 70 ezer forint, attól kezdve a sztori többé-kevésbé meghalt, mert ilyen filmben azt közgazdaságilag nem tudjuk értékesíteni. Ebből adódóan nem biztos, hogy érdemes, de hogy lehet, az egy dolog. És akkor itt jön a tanítás, vagy az oktatás, ami számomra szintén nagyon-nagyon izgalmas, hiszen azért 8-9 éve már oktatok. Viszont most jött el az az idő, hogy ugye pont a balatoni kör kapcsán a Szamosi Lórival viszonylag napra kész kapcsolatunk van, és nagyon sokat szívtam én az ő vérét, ő viszonylag keveset az én véremet, mert én mindig nekem ez egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy fóbiám, vagy nem tudom mi, a gumicicám, ez a jó szó, ez az oktatás is, meg hogy foglalkozunk vele. És én eddig egy keceli iskolába oktattam, ami nekem nagyon megterhelő volt oda utazni, visszajönni, vizsgáztatni, stb. És most itt akkreditáltatták Siófokon ezt a képzést, és most az idei ősszel elindítottuk az első ilyen tanfolyamunkat, ami megint csodálatos tanítványok vannak, nagyon, nagyon ilyen tudásszomjal rendelkeznek. Ugye azt hittem mondani, ez az egyik olyan tanfolyam, ahol nem kell mondani a diákoknak, hogy ide illik eljárni. Tehát itt mindig itt vannak. Tehát itt azt kell mondani, hogy gyertek, vagy most nem lesz képzés. És az elméleti képzés a centrumba folyik, a gyakorlati meg is. Is. Tehát a gyakorlati az kizárólag nálam, az elméleti hol a centrumba, hol nálam. Én szeretem tehát szeretem azt, hogyha beszélünk valamiről, mindjárt meg is tudom mutatni. És azt is látom, hogy nagyon hatékony. Tehát azért így 8 év távlatából, bár annyira nem kenyerem a szerénység, de azért ki lehet jelenteni, hogy ma Magyarország legjobb pálinka főzdéi, azok az én tanítványaim voltak, most már évekre visszamenőleg. És azért azt gondolom, hogy ez annak a fajta képzésnek is köszönhető, ahogy én képzek. Mi a vizsgakövetelmény, azt elárulod? Tehát hogy vizsgáznak nálatok? Hát ugye szóbeli, írásbeli része és gyakorlati része van a vizsgának. Az írásbeli az viszonylag egyszerű. Ez a hagyományos, igen, de van. Én nem is erre vagyok kíváncsi. A gyakorlati se arról szól sajnos, mert ugye azért ez nem, tehát nem ott tartunk, hogy napokig vizsgázunk. Azért egy pálinka megszületése, még hogyha nagyon hatékony a berendezés, akkor is másfél-két óra. És teszem hozzá gyorsan, még nem biztos, hogy az azonnal a legoptimálisabb állapotában van. De gyakorlatilag el kell nekik tudni mondani különböző lepárló berendezések típusát. A lepárló berendezésen meg kell tudni mutatni, hogy mi micsoda, miért használunk, mi hol van, mi az, amitől valami jobb, meg rosszabb lesz. Van egy csomó eszköz, kvázi félig meddig laboreszköz, amit azért illik tudni nekik bekapcsolni, elmondani, hogy azzal mit tudunk mérni, és az miért jó, hogy azt megmérjük, és esetleg egy-két gyümölcsöt oda viszünk, és mérési eredményeket tudnak ott mutatni. Tehát ezek ilyen jók, de természetesen ugye, mivel a gyakorlati képzést is nálam csinálják meg,
és azt ilyen kis csoportokban csinálom 2-3 fővel, és eléggé aktívak vagyunk, és ott rengeteg pálinkát főzünk, és rengeteg problémát szimulálunk. Ebből adódóan ténylegesen, tehát amikor még eljártam versenyeken, mindig az volt a hát egy picit fájdalom, és a másik oldalról megdagadt a lelkem, hogy ott vannak a volt tanítványom, és jól elvernek. Tehát, hogy... Hallgatnánk még napestig, de sajnos lejárt a műsoridőnk. Én ezt biztos, hogy nem fogom itt hagyni, úgyhogy engedd meg, hogy megköszönjem, hogy itt voltál velünk, és ilyen érdekes dolgokat mondtál. És akkor kívánjunk békés ünnepeket is. Békés ünnepeket. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, a pálinka valóban nagyon finom volt. Szép estét, viszontlátásra!